Győzelemmel kárpótolná szurkolóit a DVSC a nyíregyházi vereségért. Erről beszélt a szombati MTK elleni mérkőzés előtt Vajda Botond és a vezetőedző Máté Csaba. A fővárosi együttes ellen rossz szériában van a Loki. A szakember szerint emiatt revansvágynak kell dolgoznia a játékosokban. Teltház előtt szenvedett 3-2-es vereséget Nyíregyházán a DVSC múlt szombaton. A Loki hiába szerzett vezetést, a rivális fordított. A debreceniek 6 forduló után a 8. helyen állnak a tabellán. Vajda Botond azt mondta, rosszul viselték a vereséget, mert sem játékban, sem eredményben nem érték el azt, amit szerettek volna. Hát nyilván szurkóknak is akarunk bizonyítani, és magunknak is. Úgy gondolom, ezt csak győzelemmel tudjuk bizonyítani, és jó játéka mellé. Úgyhogy meg fogunk tenni mindent az ügy érdekében, és megtenni mindent a pályán, remélem, hogy ez győzelemmel fog járni. Ugye kihúzni, ott a lövés, gól! Az MTK az előző szezonban mindhárom bajnokin legyőzte a DVSC-t. A debreceniek legutóbb több mint 2,5 éve nyertek a fővárosi csapat ellen. Az ellenfél jelenleg 3 helyen előzi meg a Lokit. Máté Csaba a mérkőzés előtt azt mondta, a hét első felében még emésztenie kellett a csapatnak a nyíregyházi vereséget, hétvégén viszont javítani szeretnének. A vezetőedző kiemelte, figyelniük kell, mert a bajnokság kiegyensúlyozott, bárki kerülhet jó vagy rossz sorozatba. Van egyértelműen törleszteni valónk, hiszen az elmúlt idényben 3-szor nyert az MTK a Debrecen ellen, így azt gondolom, hogy egy revans érzés mindenképp kell legyen a játékosokban, e tekintetben is, illetve a nyíregyházi meccs tekintetében is. Az MTK ugye nagyon jó kezdte a bajnokságot, 3 győzelemmel, majd most 3 vereség van mögöttük. Én azt gondolom, hogy ez igazán mutatja ennek a bajnokságnak a kiegyensúlyozottságát. A DVSC a nyíregyházi vereség miatt akciót hirdetett. Kedvezményesen 500 forintért árulják a jegyeket a meccsre. A kezdés előtt a 15 éve Bajnokok Ligájában szereplő csapattagjait köszöntik a Nagy Erdei Stadionban.